Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Képviselőtestületi ülés. Február 22-én tárgyal a grémium. Faápolási munkálatok. Hazai Attila főkertész részletezte a februári folyamatot. Macskatartás. Dr. Reményi Blanka állatorvos szolgál hasznos tanácsokkal a cica tulajdonosoknak. Szentendre város önkormányzatának soron következő képviselőtestületi ülése 2023. február 22-én szerdán 15 órakor kezdődik a Városháza dísztermében. Tájékoztatnak a szentendre.hu-n. Az ülésen 36 napi rendi pontot tárgyalnak a városatyák, egyebek mellett szó lesz az Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról, valamint a bizottságok idei évi munkatervéről is. Befejezte a februárra előre irányzott faápolási munkálatokat Szentendre város önkormányzata. Tudtuk meg Hazai Attila fűkertésztől. A koronakorrekcióval, ritkítással, a parazita növények eltávolításával sokáig megőrizhető a fák vitalitása. A főkertész örömmel adott tájékoztatást a munkálatokról, hiszen, ahogy elmondta, ezek mind a város, mind a környezet számára fontos tevékenységet jelentenek. Mindig kiemelt szempont az, hogy figyeljük a természetvédelmet, de mellette az élet és vagyonvédelem is hely kell, hogy kapjon. Első körben ilyenkor lakossági bejelentésekre szoktunk odafigyelni, illetve a jó idő beköszönte előtt végig ellenőrizzük a játszótereket, parkokat, hogy sehol se legyen balesetveszélyes fa. Ilyenkor a balesetveszélyes fáknak a balesetveszély elhárítása szokott megtörténni. Egyrésztről gajazással, az egy kisebb beavatkozás, ahol kisebb gajakat esetleg a villanyvezetékek miatt el kell távolítani, vagy a közvilágítás miatt. Ifjítással, az már egy erősebb visszavágása magának a növénynek. A szakembertől megtudtuk, az ifjítással a statikailag még épp, de már korhadásnak indult fák élettartama akár 5-10 évvel is meghosszabbítható, és így ennyivel tovább adnak majd árnyékot és friss levegőt. Idén szerencsére kevesebb helyen kellett fát kivágni, tette hozzá. Kivágni a teljesen kiszáradt vagy látható erős korhadt fákat, amit a FAKOV vizsgálattal megvizsgálunk. Ez a FAKOV vizsgálat egy olyan technológia, ami tulajdonképpen a fának a belső szövet szerkezetét mutatja, hogy élő vagy nem élő, mert sokszor kívülről csak egy apró korhadás látszódik, viszont az ott befolyó víz ugye a fa belső testébe egy nagyobb korhadást idéz elő, és sokszor csak a kéreg tartja már a hatalmas, amúgy egészségesnek látszódó fákat, a nagy zöld lombkoronája van, de statikailag már életveszélyes, illetve odukezeléseket szoktunk végezni. A FAKOV vizsgálatban a harkályok is segítkeznek a kertészeknek. Felmerül a kérdés, hogy vajon valóban a fák doktorai-e ők, vagy kárt tesznek a természetben. A fakopáncs azt csinálja, hogy a korhadt farészekben levő hernyókat és szukat próbálja ugye kikopácsolni és megenni. Ezzel tulajdonképpen segít abból a szempontból, hogy az a bogár vagy rovar, amit megtalált, az tovább nem bájkál a fába, viszont ugye gyengíti magának a fának a szerkezetét, és könnyebben letörik egy ilyen korhadtág. Jellemzően egészséges fakérekbe és fatestbe nem szokott a fakopáncs, mindig az ilyen korhadtabba. Ez valahol nekünk egy jó jelzés is, hogyha halljuk, hogy kopogtat, akkor haló, nézzük meg a fát, mert valószínűleg korhadt ágak vannak rajta. Van, ahol nagyobb odvasodott részeknél kitisztítja így a fakopáncs, és akkor nem csak a madarak, hanem a pelék vagy mókosuk is szívesen beleköltöznek ezekbe. A természetvédelmileg nagyon fontos az a feladat, amik ők elvégeznek. Hazai Attila örömmel adott hírt arról, hogy az elmúlt hetek szélsőséges időjárási viszonyainak következtében is csak elenyésző több feladata volt a kertészetnek. Ezúton is szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik a VSRT-nél nyitott szemmel járnak és vizsgálják folyamatosan a szentendrei faállományt. Azt kell tudni, hogy Szentendrén körülbelül közterületen 15 ezer fa van. Ennek a vizsgálata ezzel a maroknyi csapattal azért egy szélmalomharc sokszor.
Egy helyen volt egy fakidőlésünk, a Füzes Parkban egy fenyő dőlt ki. Ott sem a fán látható korhadás miatt, hanem a gyökere volt olyan sekélyen, hogy kifordult. Máshol semmilyen más fakidőlés vagy nagyobb vázág letörés nem történt. Szóval én mondhatom, hogy Szentendrén a faállomány az egészségi állapotában jól vizsgázott. A februári faápolási munkálatok egyik helyszíne a Papszigeten volt. Ez az ártér tele van lazaszövetű fafajjal, amely kedveli a nedves élőhelyeket. Amikor megszívja magát, ugye szereti a vizes élőhelyeket, megszívja maga a növény a nedvességgel magát, akkor olyan súlya van, hogy korhadás nélkül is könnyen törik, és ezért őket jellemzően ifjítani szoktuk. Nem metszük, nem gajazzuk, hanem erősebben visszavágjuk, hogy könnyítsük a koronákat, a koronának a súlyát. Illetve ők is már elérték azt a 40-50-60 éves kort, ami az ilyen puha szerkezetű fákra, mint a nyáron kívül a fűszfa, ilyen még, hogy ők lassan kiöregednek onnét, szóval nagyon fontos, hogy a területen új fákat telepítsünk. Ezeknek az egyedeknek a helyére aztán keményebb szerkezetű, de szintén honos típusokat ültetnek. Emellett egy másik, szintén vízparti érdekes jelenségre is felhívta a figyelmet a főkertész. A hódokrágta fák azok alapvetően egészséges fák. Azt kell tudni a hódokról, hogy a hódok növényevő állatok, és ilyenkor télen, amikor kevesebb vízi növényt és kevesebb parti zöld növényt találnak, azért szoktak gyakran nagyobb fákat is kirágni és dönteni, hogy a vékonyabb gajakról a frissebb kérgeket és rügyeket le tudják rágcsálni. Ahol vannak ilyen fakidőlések, ott látszódik, hogy a fakoronáját is szépen lerágcsálja a hód. Szóval sokszor nem gátépítés a cél, amikor egy ilyen ölesebb fát kidönt a hód, akkor nyilván az a kistestű állat nem tudja oda húzni, ahova ő szeretné. Sokszor táplálkozás az ilyenkor télen gyakoribb. Szerencsére ebből a jakklub szempontjából nem volt semmilyen probléma, hiszen nincsen szezon, nincsenek ott a hajók és nincsen emberforgalom. A szakember tájékoztatása alapján ebben a hónapban az összes városrészt körbejárták, Boldogtanyától Pismányon át, Izbéget is érintve és a belváros több pontját is. Utóbbi területen néhány beavatkozás átsorolódott a következő ütemre. Ott nem kívánatos, úgynevezett invazív növényeket távolítanak majd el. Ezek a belvárosban, a Petőfi utcában levő bálványfák, amik abból a szempontból nem ideálisak, hogy magról keltek a kerítés tövéből kinőve, magát a kerítés szerkezetét rongálják. Minimális egészségi állapot romlásuk van, viszont nem balesetveszélyes, viszont nagyon könnyen terjed, és nem szeretnénk, hogy a Bükköspatak környéke és a belváros egy bálványfás rengeteggé változzon, inkább váltsa föl egy hársfasor. A Szentendre Ma című hírműsorunk egy következő részében hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hazai Attilával a városunkban épülő leendő fűszer és gyógynövénykert kiviteli terveiről. A főkertész beszámolt stábunknak az erről szóló lakossági fórumon elhangzottakról, valamint a városban tervezett fa és virágültetésekre vonatkozó elképzeléseikről, illetve a klímaváltozás miatt megváltozott locsolási koncepcióról is. A hideg téli hónapokban a macskák viselkedése és külsője is megváltozik. Nagy bundát és vastag zsírréteget növesztenek, hogy ellenálljanak a hűvös időjárásnak. Emellett még többet alszanak, hogy energiát spóroljanak. Dr. Reményi Blanka állatorvos szolgál hasznos tanácsokkal a cica tulajdonosoknak. Télen kicsit másként kell bánnunk házi kedvenceinkkel, ugyanis nagyobb odafigyelést igényelnek a hideg hónapokban. Így van ez a macskák esetében is, akik képesek fázni, sőt megfázni is. Ilyenkor viselkedésbeli és fizikai tüneteket is észlelhetünk rajtuk. Ahogy a napos órák egyre csökkennek, úgy a cicák étvágya is fokozódik, többet alszanak, a bőr alatti kötőszövetükben kicsit több zsír felhalmozódik, a szőrzetük megváltozik, egy sűrű, erős, puhaj szőrzetet növesztenek. Ezeknek a pici szőrszálaknak a felületén, illetve közöttük pici levegő buborékok is vannak, és ez biztosítja a cicák számára, hogy még jobban
tudják tartani a hőmérsékletet, ne fázzanak. A fedőszőrük pedig kicsit zsírosabb is tud lenni, és így a víz lepergetésére alkalmassá válik. A cicusok meg tudnak fázni, de itt főleg azokra a cicákra gondolok, akik az idejük nagy részét a lakásban töltik, és csak alkalmanként járnak ki a kertbe. Oda kell nagyon figyelni arra, hogy véletlenül se maradjanak kint éjszakára, vagy ha esetleg egy napra elutazunk, akkor biztosítsunk számukra etetést, itatást vállaló segítséget, akik ugyanúgy odafigyelnek arra, hogy majd este a megszokott fekhelyükre bekerülhessenek. Vannak olyan cicák, akik egész életüket kint a kertben élik. Ezeknek a cicáknak nagyon fontos, hogy olyan pihenő búvóhelyük legyen, ami széltől védett, esőtől védett, és ne legyen se túl nagy, se túl kicsi. A testméretüknek megfelelően be tudják fűteni ezt. Ilyenkor az élelmezésen is változtatnunk kell, a meleget biztosító zsírrétek kialakításához ugyanis kétségkívül szükség van a fejadag növelésére. A kinti cicák vagy kijárós cicák azok több élelmet, több energiát igényelnek. A lakásban tartott cicák, akinek állandó a élet körülményük, azok általában kicsit többet alszanak, mert rövidebbek a nappalok, de nem igényelnek több etetést. Reményi Blanka azt is kifejtette, hogy valóban érdemese megvárni az első ellést az ivartalanítással a nőstények esetében. Nem igaz, ez egy tévhit, nem szükséges, tehát egészségügyi szempontból semmilyen jelentősége nincsen annak, hogy ellett vagy nem ellett a cica. A nőstény macskák, házi macskákról beszélünk, az európai rövidszőrű házi macskáról, ők olyan 6 hónapos koruk körül válnak ivaréretté. Gyakorlatilag így a télvégi, tavasz elejé időszakban az előző év nyarán, nyár végén született cicusok éppen ivarérettekké válnak. Őrájuk különösen kell figyelni, főleg, hogyha eddig csak a lakásba tartottuk, akkor ilyenkor szoktuk észrevenni, hogy gyakrabban figyelik, hogy mikor nyílik az ajtó, és gyakran egy-egy ilyen néhány órás kiruccanás alkalmat adhat arra, hogy egy szomszédban élő ivaros kandúr által megtermékenyüljenek. A kandúrok esetében más a helyzet. Ők gyakorlatilag macska fajtától függően 6-tól 9-10 hónapos kor között lesznek ivarérettek. Az ő ivartalanításuk egy néhány perces, 10 perces rutinbeavatkozás. Nőstény macskáknál viszont egy hasfalon keresztüli beavatkozás történik, petefészkek lekötésével és eltávolításával, amennyiben esetleg nem egészséges a macska méhe, mert hormonális állapottól függően bizonyos betegségek előfordulhatnak, akkor a méhüket is eltávolítjuk. A hasi sebre vigyázni kell, 7-10 napig ezt a sebet nem kötni kell, hanem vagy egy védőgallérral, vagy egy ilyen műtét utáni cicaruhával látjuk el a hazatérő kis beteget, és ezt kell hordani, viselni. Cicáink betegségeire azonban egész évben figyelnünk kell. Nem egy olyan kor létezik ugyanis, amely az emberre is káros, akár életveszélyes lehet. Az egyik legveszélyesebb betegség a veszettség. Azt azok a cicák, akik kijárósak és esetleg olyan helyen élnek, ahol rókák, menyétek is előfordulnak. Ugye ezek a vadon élő állatok elég gyakran már a városi környezetbe is bejárnak. Ha esetleg a macskák veszettség elleni védőoltása elmarad, és ilyen állattól harapást kapnak, vagy feltételezzük, hogy ilyen állat harapta meg őket, akkor előfordul, hogy ők hordozzák a veszettség vírusát. A veszettség harapással terjed, tehát a macska harapással, nyállal az emberbe bekerülhet a veszettség vírusa. Ezen kívül macskáknak a galantférgessége az, ami az emberben megtelepedhet. A macska szőrén élő külső paraziták közül a bolhák átpattanhatnak a mi bőrünkre, megtelepedhetnek ideiglenesen az ágyunkban, az ilyen nyugtalanító csípések formájában zavarhat minket.
És tudni kell, hogy a macska szájában nagyon sokféle kórokozó van, és mivel ha esetleg még a játék elvadultabb játék közepette esetleg minket megharap, akkor itt a szúrcseben keresztül kórokozók elszaporodhatnak bennünk is. Különösen érdekes a macska karmolással terjedő betegség. Ez egy speciális olyan baktérium, ami egyébként a macska szájában van jelen, és akkor, amikor a macska tisztálkodik, akkor gyakorlatilag a karmára is rányalja ezt a kórokozót. Dr. Reményi Blanka hozzátette, az erre érzékeny, gyenge immunrendszerű és idősebb embereknél súlyos gyulladás is előfordulhat a macska karmolás helyén. Nekik ilyen esetben sürgősen házi orvoshoz kell fordulniuk. Az állatorvossal készült hosszabb beszélgetést megtekinthetik a YouTube csatornánkon. A farsangi időszak utolsó szombatján, azaz holnap 10 órától közös alkotásra várják a családokat, gyerekeket a gyermekkönyvtárba, ahol különböző anyagokból játékot, zajkeltőt, farsangi kellékeket készíthetnek a résztvevők. További részletek a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár közösségi oldalán. Végül a várható időjárásról. Szombaton az ország nagy része felett sok felhő lesz, kisebb eső egy-egy zápor elvétve előfordul. Enyhe lesz a reggel, délután pedig 11-17 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap alapvetően felhős időre számíthatunk, de rövidebb időszakokra előbújhat a nap. A maximumok 9 és 16 fok között alakulhatnak. Hétfőn felhős, borongós időre van kilátás, 3 és 15 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink. Még egyszer, röviden. Szentendre város önkormányzatának soron következő képviselőtestületi ülése 2023. február 22-én szerdán 15 órakor kezdődik a Városháza dísztermében. Befejezte a februárra előre irányzott faápolási munkálatokat Szentendre város önkormányzata. Dr. Reményi Blanka állatorvos szolgál hasznos tanácsokkal a cica tulajdonosoknak. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, mert hamarosan kezdődik Művészváros című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tv-szentendrén. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Kollégáim nevében is köszönöm szépen figyelmüket, szép hétvégét, viszontlátásra!